majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft. Na nézzük akkor, hogy mi van ezekkel a piaci lakáshitelekkel. Azt mondják a Bankmonitor szakértői, hogy drágult, és sokak számára nem is elérhető a piaci lakáshitel pont a drágulás miatt. Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezető alapítója van itt velünk. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok! Mert hogy a drágulás vagy a kamatok emelkedése az egy dolog, de vannak itt adósságfék szabályok, hogy egyáltalán mekkora törlesztője lehet valakinek. És hát durva az a mondás, hogy ha veszünk egy átlagos magyart, meg átlagos hitelt, mondjuk 20 millió forintot egy lakásra 20 évre, akkor egy éve ilyenkor még szinte mindenkinél könnyedén fel lehetett venni, most meg elbukik az adósságfék szabályokon az átlagos magyar. Ez hogy lehet? Ez pontosan így van, tehát az elemző kollégák számítása alapján azt látjuk, hogy tavaly májusban a medián fizetéssel, tehát amit a legtöbben elérnek, 250 ezeres nettóval fel lehetett venni 21,3 millió forintot, ma ugyanez az összeg 18,5 millió forint, tehát közel 3 millió forinttal kevesebb. Értelemszerűen, hogyha magasabb a kamat, magasabb a törlesztő részlet, és ugye már a jelenlegi szabályozás azt mondja ki, hogy senki nem vehet fel nagyobb hitelt, mint aminek a törlesztése meghaladja havi szinten a fizetése 50%-át. Uh-huh. Mindez igaz, nettó 500 ezer forint kimutatott jövedelem alatt, tehát a magyarok többségére ez a szabály igaz, és ez az, ami miatt ma már átlagfizetéssel a 20 millió forintos összeg nem érhető el. Tehát a kamatok emelkedésével automatikusan csökken az az összeg, amennyi. Abszolút. Igen, mert hogy a törlesztő nő, és akkor ez a fizetés arányában egyre kisebb felvehető összeget jelent. Ettől a szabálytól, egyébként az adósságfék szabálytól a bankok eltérnek jellemzően? Mert ugye ez egy minimális, ők ennél lehetnek óvatosabbak, ugye? Lehetnek óvatosabbak, és jellemzően óvatosabbak is. Tehát azt látjuk azért, hogy nem szeretik elengedni az adósokat úgy minden esetben a fizetésük 50%-áig, nem engedik el idáig a törlesztő részletet. Ugye már, hogyha belegondolunk, hogy valaki megkapja a fizetését, és azonnal kifizeti a felét hiteltörlesztésre, akkor viszonylag kevés játéktér marad minden más kiadásra. Ebben nincs verseny a bankok között, hogy valaki jobban elengedi, más meg kevésbé? Tehát, hogy ezzel tudnak ügyfelet szerezni? De természetesen van. Más a kockázatkezelés, más a hitelminősítés. Tehát abszolút van ebben is verseny, abban is van verseny, hogy egy adott az ingatlan érték tükrében hány százalékig engedik felvenni a hitelt. Tehát, hogyha van egy 30 millió forintos ingatlanunk, akkor ugye a szabályozás értelmében ennek maximum a 80%-át kaphatjuk meg hitelként, ami fejben 24 millió forint, remélem, hogy nem tévedek, és bizony van olyan bank, aki ezt 70-re fogja tenni, és nem 80%-ra, tehát csak 21 millió forintot ad rá. De a bankok között ilyen eltérések vannak. Mm-hmm. Oké, azt láttuk ugye, hogy a magas infláció miatti szigorítások, ami egyébként továbbra is várható ugye a bankoknál, hatással lesz a hitelkamatokra is. Mit jelent ez? Egyre kevesebb hitelt fognak tudni, vagy egyre kevesebben jutnak hozzá a nagyon jó konstrukciókhoz? Én azt gondolom, hogy igen, most ugye mit értünk, azért vagyok bizonytalan, mit értünk nagyon igen. Jó kondíciók alatt, ugye, mert a nagyon jó is most már drágább, mint egy évvel ezelőtt volt, de mindig a nagyon jó az elérhető legjobb. Igen, jogos, hogy vissza. Abban pedig, igen. Hogy kiéri el az elérhető legjobbat, kevés dolog változott, tehát prémium fizetéssel, megfelelő lokációval rendelkező ingatlan, az azt gondolom, hogy biztosítja a legjobb árszintet. De hadd hozzak be ebbe a beszélgetésbe egy másik nézetet, mert egy kicsit azért nagyon, nagyon közelről nézzük ezt a... Jó, én csak, csak arra gondoltam, hogy az igényelhető kölcsönösszeg tovább fog csökkenni, tehát olyan szempontból, az akik igen, jobban rászorulnak erre, ők hátrányosabb helyzetbe kerülnek, így értettem ezt a... hogy tisztázzuk. Uh-huh. Na, igen, mit igen, szerettél volna behozni?
Én azt gondolom, azt hoznám be, hogy itt úgy most az egyéves kitekintésbe vizsgáljuk az emelkedést, de hogyha megnézzük azt, hogy a kiinduló helyzetben egy feje tetejére állt világ volt, ahol egy brutálisan alacsony kamat szint jellemzett mindent, és itt hátulról beleharapott a sztoriba az infláció. És ez elindított egy piaci átalakulást. Hogyha nem egy éves, hanem 15 éves kitekintésben nézzük ugyanezt a mozit, akkor azt kell látni, hogy 2008-ban, ahol ugyancsak hitelbumról beszéltünk, ott 6,5-6,8%-os effektív kamat mellett vettünk fel lakáshitelt. Azért mondom azt, hogy effektív kamat, mert akkor kezelési költség plusz kamat konstrukcióba vettük fel, de a kezelési költség is ugyanúgy működött, mint a kamat. Tehát 6,5-6,8% volt, ma még mindig 5,3-5,4-en elérhet egy átlagember egy lakáshitelt, úgy, hogy 2008-ban egy svájci frank volt, ma meg forint. Uh-huh. És az 5,3-5,4%-os kamatszint a 7% fölötti inflációhoz képest még mindig egy pénzügyi nonsense. Igen, igen. Tehát, hogyha a teljes környezetet, a teljes képet nézem, és adok ennek egy történelmi kitekintést, akkor azt gondolom, hogy nem tudjuk azt, nyilvánvalóan kipontozódás történik, csökken az elérhető hitelösszeg, de akkor amihez hasonlítunk, az egy borzasztóan kedvező, hitelfelvevő szempontjából kedvező környezetet jelent, ami nem jellemző általában a gazdaság történetben. Stimmel, uh-huh. és azért még torzítja a képet az is, hogy ugye itt most a piaci hitelekről beszélünk, de mondjuk egy új ingatlan vásárlásnál figyelembe kell venni az összes olyan kedvezményt, meg támogatást, ami ehhez hozzájön, ami ugye ezt azért, hogy is mondjam, torzítja, ezt most nem negatívan értem. Zöld tehát, hitel, persze. Így van, uh-huh. Zöld hitel, csók és a többi. Így van, tehát a támogatások és támogatott hitelek, azok mindenképpen javítják a pozíciót, meg az átlag fizetendő kamatszintet lejjebb tudják hozni. Ha az egész képbe bekeverünk az ingatlanvásárlásba egy babaváró hitelt, aminek ugye 0%-os a kamatozása, akkor a teljes fizetendő kamatteher még lejjebb van. Úgyhogy mindezt megvizsgálva én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, nem ez a környezet, ahol elveszett minden, és nagyon siránkoznunk kellene. És még egy praktikumot hagyd tegyek. Bocsánat, Balázs, még annyit tegyünk hozzá, mert itt azért vizsgáljuk azt, hogy mire történik ez a hitelfelvétel. Ugye az ingatlanpiaci boom azért egy picit abból a szempontból a másik irányból nyomja ezt a sztorit, hogy elképesztő drágulás van az ingatlan árakban. Tehát sokkal nagyobb az összeg, amire szükség van. Ez így van. Tehát ez így van, ti is folyamatosan foglalkoztok ezzel a témával, hogy miért emelkedik ennyire az ár, hogy a támogatások mennyire épülnek. Igen. Be, hogy ez egy körkörös hivatkozás, egy spirálisan önmagát gerjesztő folyamatról beszélünk-e. Így van, az árszint egyenlőre emelkedik, és ugyanúgy, ahogy azt tudtuk mondani, hogy tavaly év közepén nem, és még ma sem tekinthető klasszikus értelemben normálnak az árkörnyezet, a kamatkörnyezet, ugyanez igaz az ingatlan piaci áremelkedés dinamikájára. Uh-huh. A kettő összefügg egyértelműen. Igen, de az, amit te mondtál a hitelekkel kapcsolatban, az egy érdekes változás, de nem azt jelenti, hogy itt óriási probléma van, és hogy elérhetetlenné válnak ezek a hitelek. Ezt én azt gondolom, hogy így van, és még szerintem nagyon van egy fontos taktikai tanács. Tehát aki most áll ingatlan vásárlás előtt, és attól rettek, hogy mire megtalálja az ingatlant, addig, hol lesz a kamatszint, és akkor ki tudja fizetni, illetve akkor megkapja-e, azért a bankok eltérő hitelezéséből adódik az is, hogy egyes helyeken meg lehet azt oldani, hogy egy előminősítés, saját magunkra elindítunk egy hitelelőminősítést, ott fogunk kapni egy kamatszintet, és ez 4 hónapig érvényes. Tehát hogyha mélyen ismerjük a bankpiacot, akkor meg lehet találni azokat a taktikákat is, ahogy védekezni tudunk, és azt gondolom, hogy 4 hónap alatt azért le lehet zavarni egy ingatlan tranzakciót. Uh-huh. Ez egy elég érdemi védelmet is biztosíthat. Uh-huh. Oké. Okay. Oké, egy utolsó még nagyon egyszerű kérdés. Fix vagy változó?
És akkor majd fölment a kamatszint, és a hallgatók is feszegették, hogy és mi van akkor, hogy most ez nagyon jó, persze, ez 5-6% stb., de mi van, hogyha visszatérnek a kamatok az alacsony szintre, és akkor most én meg a emelkedve már befixálom hosszú időre, ami nyilván előre tudható, illetve mondjuk egy hosszú kamatperiódust választok. Szóval ez ügyben most változott a helyzet azáltal, hogy a kamatok fölmentek. Nagyon jó a kérdés, de nagyon egyszerű megválaszolni, mert a változóból töredékét fogja kapni, mint a fix kamatozású hitelből, mert ott más az adósságfékszabály. Uh-huh. Tehát ugyanazzal a jövedelemmel sokkal kevesebb hitelt kapok, hogyha a változó kamatozású hitelt veszek fel. Másrészt a változó kamatozású hitelek érdemben nem lesznek olcsóbbak, mint a fix kamatozású hitelek. Ebből adódóan teljesen egyértelmű, hogy fix kamatozású. Uh-huh. Ráadásul, hogyha a magyar hitelfelvevő hozzászokna ahhoz, hogy hiába veszek fel egy végig fix, vagy egy 10 évre fixált kamatozású lakáshitelt, hanem 3 évente, 4 évente megvizsgálnám, hogy ennek van-e jobb alternatívája, akkor nem 20 éven keresztül ücsörög abba a konstrukcióba. Igen. Hanem racionalizálja a saját pozícióját. Ugye nem gondolom, hogy nem mindenki 20 éven keresztül sem ugyanabban a részvényben. Igen. És ugye tegyük hozzá, hogy pluszba ott van még az úgynevezett biztosítás, amit ugye a fix kamatozással kifizetsz, mondjuk így idézőjelbe. A volatilitás ellen, hogy esetleg a másik irányba mennének a dolgok, mint ahogy egyébként láttuk, és akkor itt azt vegyük ki a képletből, hogy esetleg van egy kormányzat, aki odalép és megsegít, hogyha nem úgy van. Nagyon-nagyon rövid kérdés. Átlag ügyfél, aki most elbukik a 20 milliós, 20 éves hitelén, akkor ő egész egyszerűen egy hosszabb futamidőre föl tudja ezt venni, ugye? Mert akkor rögtön megfelel a szabályoknak, tehát ezt kérdezi egy hallgató. Igen, hogyha megnyújtja a futamidőt, akkor alacsonyabb lesz a havi törlesztő részlet, és ezzel tudja emelni a felvehető hitelösszeget. És akkor simán benne van. Oké. Okay. Balázs, nagyon köszönjük szépen, izgalmas téma volt, jó munkát neked, szép napot! Köszönöm, sziasztok! Sándorfi Balázsról beszélgettünk, a bankmonitor.hu ügyvezető alapítójával, a piaci lakáshiteleknek a drágulásáról beszélgettünk, arról, hogy csökken a felvehető összeg sok esetben, és hát kilátásokat latolgat, esélylatolgatásokat hallottatok. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad?